Sziasztok, Szoboru Miklós vagyok, a Stihl kertápolási szaktanácsadója, és a mai videómban a gyep szellőztetés fontosságáról és a gyep szellőztető gépekről fogok beszélni. Különösen, ha valakinek ilyen sűrű gyepe van, vagy ilyen sűrű gyepet szeretne, mint az enyém, ehhez kiválóan alkalmas ez a Stihlnek, ez a gyep szellőztető gépe. Ez alkalmas gyep lazításra tavasszal is, és gyep szellőztetésre is, de most mi a gyep szellőztetésről fogunk beszélni inkább, hiszen ez a nyári nagyon fontos teendő. Ez a kis gerebjeszerű, késes tartozéka, ami szépen fölkaparja a letapadt, a fűnyírás során ott maradt kis filcesedő réteget a fűben. És a Stihlnek erre a tavaszi gyep lazítás és szellőztetésre is van egy remek kis gépe. Most be is mutatom, hiszen a lazításhoz, még amikor tavasszal használtam, benne hagytam ezt a kést, így meg tudom mutatni. Tehát ez a tavaszi lazítás, ez ugye egyszer kell használni. Ezek ilyen mélyebbre behatolnak a fű gyökeréhez, 1-2 cm mélyen belehatol a talajba is. Ott ugye egyrészt fölkaparja, hogy így forog a letapadt, ősszel, télen ott maradt nyesedéket, filcesedett réteget. Ilyenkor nyáron, és a nyár folyamán egészen késő őszig, egy 5-6 alkalom, hogy ezt a szellőztető tartozékát kell használni. Ebben sokkal kisebbek ezek a kis tartozékok, mint egy gerebjének, egy gyep lombseprűnek, körülbelül ilyesmi drót-szerű kis tartozékai vannak, és ahogy így ez forog, szépen átszellőzteti a füvet. Minden nyírásnál, akármennyire is gyűjti a fűnyíró, egy-egy kis apró nyesedék azért ott marad biztosan, és az öntözéstől, taposástól ez a talajon egy kis filcszerű réteget képez, ami nem engedi a levegőhöz a gyökereket, úgy eltávolodnak egymástól a fűszálak is, és így időről időre egyre ritkább lesz a fű, ettől gyomosodni képes, illetve ami most szinte mindenhol tarol, ugye a gombás betegségek. Tehát ez a filcszerű réteg, a sűrű fű, az öntözés és ez a nagy meleg együtt okozza a gombásodást. Azért is nagyon szeretem ezt a Stihlnek, ezt a gyeplazítóját, szellőztetőjét, hiszen ez akkumulátoros, tehát nem kell kábellel vesződni, vagy benzinnel, pont elfogyott olajat cserélni, tehát ez szinte pillanatok alatt üzembe helyezhető, és nagyon könnyű, tehát így szinte félkézzel felemelhető, és ami még nagyon-nagyon fontos, hogy hihetetlenül halk ekkora az akkumulátora, ezt fel kell tölteni előtte, és csak így be pattintani, vissza, és már működik is. És arra kell figyelni, hogy hűvösbe, árnyékon tartsuk, tehát napon semmiképpen ne töltsük, ne tartsuk napon. Tavaszi gyep lazítás után ugye érdemes kivenni ezt a tartozékát. Ez is nagyon-nagyon egyszerű, van hozzá egy ilyen kis kulcs, amivel itt ki kell tekerni a csavarokat. Ugye a kicsavarás után egyszerűen ki kell így emelni. Van egy ilyen kis vége tartozék, ezt húzni róla, és egyszerűen átilleszteni a másikra, és visszacsavarni a helyére. És akkor az indítás tényleg hihetetlenül egyszerű, gombnyomás, karmegfogás. Szépen lassan tolódik. Pedig hát én ugye használom, és mégis a két használat között már ennyit összegyűjt a fű közül. Hasonlóan a fűnyírókhoz, ennek is van egy ilyen kis fűgyűjtő része. Most azért nem tettem rá az előbb, hogy be tudjam mutatni, mennyit is kiszed a gyepből. Azért ezt érdemes rátenni, hiszen ez összegyűjti, nem kell később összegerebézni a kiszedett füvet. Ennek is a felhelyezése nagyon egyszerű, ezt fel kell hajtani, és így bele pattintani ide hátra. Levettem a fűgyűjtőt, egy picike szakaszon toltam csak végig a videó kedvéért, és látszik, hogy már ennyi sok füvet kiszedett, tehát ezért is ez szinte gerebjével lehetetlenség lenne eltávolítani, és egy pici szakaszon már ennyivel levegősebb, lazább lesz a fű, sokkal kevésbé lesz a gombabetegségekre hajlamos, tehát sokkal szebb gyepet sikerül ezáltal elérni.
The book.